Majdnem 10 év kellett hozzá, hogy az eredet összeálljon, és azóta eltelt még 10. Bemutatjuk, hogy született Christopher Nolan ki tudja hányadik magnum opusza. Ebben a visszaemlékezésben nem lesz szó sem balhékról, sem forgatási katasztrófákról, sem pedig kibírhatatlan rendezőkről és színészekről. Már most eláruljuk, Christopher Nolan sokadik mesterműve az eredet időben, méghozzá büdzsén belül készült el, castingja dráma nélkül zajlott, forgatásbeli komplikációit pedig mindig hamar és találékonyan gyűrte le. Mégsem véletlenül készült sok-sok évig, Nolan rendesen megszenvedett a koncepcióval, de művének fogadtatása és utóélete végül őt igazolta. Az amerikai nagyérdeműnek 2010. július 16-án mutatták be a filmet, azaz immáron 10 éve, így itt az ideje, hogy elmeséljük, hogyan is készült. Vársz egy vonatra. Egy vonatra, ami elvisz messze. 10 éves filmünk elkészültének története közel 20 esztendővel ezelőtt kezdődik, amikor is Nolan, ha úgy tetszik, hozott anyagból tető alá hozta az álmatlanságot. Bár a Memento a magas skáláján és mércén vált örökérvényű mesterművé, sem az, sem az Al Pacinót és Robin Williams-t felvonultató thriller nem a méreteiről vagy a grandiózusságáról volt híres. Talán nem pont ennek pótlásaként, de Nolan az álmatlanság forgatását követően újabb stócpapírt ragadott, majd addig körmölt, míg 2001-ben megmutatta feleségének és producertársának, Emma Thomasnak, hogy min ügyködik éppen. Thomas ledöbbentette, amit olvasott. Az írás tele volt akcióval, vizuális effektusokra támaszkodó kihívásokkal, no meg úgy általában óriási ambíciókkal. A nőt viszont inkább kétségbe ejtette, mintsem teljes mértékben fellelkesítette az akkori forgatókönyv változat. Arra jutott férjével, hogy az álmokról, mert hogy ez volt a történet központi eleme, nem lehet csak úgy filmet csinálni, az álmoknak ugyanis se eleje, se vége. Nolan a Warner Studiohoz is elvitte ötletét, ahol ugyan lelkesedtek érte, a filmes mégis elbizonytalan adott saját elképzeléseit illetően, sőt, egy bizonyos denevérruhás figura újbóli megfilmesítésének lehetősége is megjelent a levegőben. Álmait tehát szó szerint odébb söpörte egy kis időre. Thomas szerint jót tett Nolannek, hogy így döntött, főleg mert így két Batman filmmel kellő blockbusteres rutint szerezhetett, kivált kép a méretes akciószekvenciák mezején, sőt, pár vizuális effektus gyártó művésszel is megismerkedett, arról nem is beszélve, hogy közönségfilmes rátermettségét 2008-ban több mint 1 milliárd dollárral bizonyította, ennyit hozott ugyanis a sötét lovag. Idővel újból előkerült az a bizonyos forgatókönyv. Jónak jó volt, mármint kirakósnak elment, de egy mozifilmhez ennyi nem elég. Abban némi érzelem is kell, meg egy Leonardo DiCaprio. Ha én, aki előtt semmi nem maradt titokban, átadom önnek minden tudásomat, akkor a legmélyebb álmaiban is működni fog. Noha Nolan elsősorban nem ővel álmodta meg a sztorit, arra hamar rájött, hogy neki is, meg a nézőknek is DiCaprio fegyelme, elhivatottsága, illetve rokon szembe kell a főszerepben. Olyas valaki, aki nem csak a film atyával, de a színészekkel is jó kijön, sőt, ha kell, órákig jelenetet gyakorol velük. Aki képes érzelemmel megtölteni a kirakós hiányzó részeit. DiCaprio pontosan ezt tette Dom Cobb-bal, illetve Dom Cobb-ként is. Nem csupán színésztársaira, de rendezőire is jó hatást gyakorolt. Az előbbire kitűnő példa Ames megformálója Tom Hardy, aki tűnhet bármennyire keménynek is, ekkora projektben, illetve ilyen nagy nevekkel soha nem játszott még előtte. Emiatt rendesen rá is parázott a DiCaprioval való közös munkára, de egy nap se kellett, hogy újdonsült kollégája rámutasson arra, hogy nincs mitől félnie. Nolan a színész személyében pedig végre rálelt arra valakire, aki nem csupán a karaktert segíti közelebb hozni a nézőkhöz, de az első blikre bonyolultnak tűnő forgatókönyvét is. Alaposan átvettek minden DiCaprioval, és noha a színész 2020 elején bevallotta, hogy szinte egy kukkot sem értett a filmből, még egyszer megerősítette, hogy ő Cobbra összpontosított inkább, mint sem a puzzle minden darabkájára. Azt meghagyta Nolannek. A castingot is a főhős köré húzták fel, nem feltétlen nagy sztárokat kerestek, hanem olyanokat, akik passzolnak a protagonista mellé. Végül persze a friss tehetségek Ellen Page és Joseph Gordon-Levitt mellett érkezett pár Nolan veterán is, például Michael Caine és Cillian Murphy, de inkább az lett volna meglepő, ha nem így történt volna. Térj vissza a valóságba. Kérlek. DiCaprioval való diskurzusa után Cobb útjára fókuszálva Nolan végre révbe ért. Ideje volt hát másokkal is átrágni a művet, főképp a film effektusain dolgozókkal. Nem volt könnyű dolga a közreműködőknek, hiszen a forgatókönyvet többen csak is egyes-egyedül, külön szobába bezárva olvashatták végig. A szakemberek lenyűgözőnek, egyben túlontúl nehéznek és bonyolultnak találták a szobban forgó írományt. Érezték, hogy ha elkészül a film, az még a tökéletes trükköt is túl fogja szárnyalni, ugyanakkor Nolan néhol elég szűkszavúan fogalmazott, legalábbis volt
voltak sorok, melyekből igen nehéz volt bármerre is jutni, mint például a párizsi jelenet legnagyobb mutatványát, a város félbehajlását leíró rész. Habár mindössze 500 CGI-s nittel megúzták az utómunkát, voltak jelenetek, melyek mintha csak a legalsó álomszinten készültek volna, olyan sok idő volt digitálisan realizálni. Ilyen volt például a szállodai bunyó takarítókocsia, amit egyetlen ember heggesztett hosszú hónapokon át, vagy a Limbo, amit 9 hónapig kellett úgymond építgetni. Minden esetre Nolan nem árult zsákba macskát, tudták róla, hogy elvárja mindenkitől, hogy napról napra túlszárnyalja magát, hiszen szerinte csak is ezzel lehet eladni a filmet a közönségnek. Három álomszint összehozásához ismerned kell a trükköket. Volt trükk, nem is kevés, amit végül praktikus úton oldottak meg. Ezek közül is a párizsi álomszekvenciában láthatjuk a legérdekesebbet. No, nem a nagy szőnyeg felcsavarásról, hanem arról a kávézóról beszélünk, ahol DiCaprio és Page karakterei mellett sorban felrobban minden a környéken. Nolan eme pillanatot véletlenül sem CGI-jel akarta megfejteni, mert úgy a színészek nem tudták volna beleélni magukat a történésekbe. Ugyanakkor a párizsi hatóságok sem engedték 110 decibel feletti hangerővel elpusztítani a várost. A megoldás végül az lett, hogy a jelenetet magas nyomású nitrogénágyúkkal mindent milliméterre és millisekundumra ütemezve és elpróbálva szinte balettekhez méltón abszolválták. Természetesen a filmben repkedő üvegeket és macskaköveket csak utólag varázsolták oda. Nem úgy a havat a film végi üldözéshez. A négy kontinenst, valamint hat országot megjárt produkció épp Calgaryba, azaz Kanadába tartott, amikor is hóra lett volna szükségük. Igen ám, de a helyszínen tartózkodók saraslankákról számoltak be, és mikor egy héttel a munka előtt a stáb is odaért, még mindig nem fette hó a hegyoldalt. Nolan úgy döntött, készített némi hótakarót, hogy azt majd utólag feltupírozzák digitálisan, mire Calgaryra lesújtott az évtized hóvihara. Jó, meg is fagyott mindenki, de végül is megkapták, amire vágytak, a professzionális lavinagyártók pedig kedvükre durrogtathattak az előre beidőzített robbanóanyagaikkal, hogy hógörgetegeket varázsoljanak az akkortájt a sieléssel még csak ismerkedő Tom Hardy mögé. Nolan vallja, hogy a színész füllentett neki a meghallgatáson arról, miszerint tud-e sielni, de Hardy ezzel úgy volt, hogy nem kockáztat, elvégre Nolanről van szó. Ő érte, akár sziklamászónak is behazudja magát a filmbe. A lényeg, hogy a rendező így vagy úgy, de kihozta belőle a maximumot, ahogy Arthur megformálójából, Joseph Gordon-Levittből is, aki két hét gyakorlás után napokig drótokon lógott, csak hogy CGI és javarészt kaszkadőrök nélkül saját maga pörögjön a szállodai csörtében. Ugyan az előbb említett párizsi befenyítés, illetőleg némely város szigorúbb szabályai olykor akadályozták a produkciót, kivált kép Tokió, az eredet forgatásában talán az a legszebb, hogy Nolan a megszabott költségvetést tartva határidőn belül szállította le a filmet. Ahogy ő fogalmazott, szereti, ha vannak paraméterek, melyek némiképp sürgetik őt a munkában. Miután Wally Pfister operatőrrel korábban eldöntötték, hogy hagyományos filmre fognak forgatni, a trükkökön túl talán már csak Hans Zimmer zenei aláfestése hiányzott. A filmzene fő motivumának alapján Edith Piaf 1956-os Non je ne regrette rien című klasszikusának belassított változat adta, hiszen az álmokban máshogy telik az idő ugyebár. Ugyanakkor az előzetesek legendás hangját nem neki, és nem is a második trailer zenéjét szerző Zach Hemsinek, hanem egy bizonyos Mike Zarinnek köszönhetjük, aki még az első 2009-ben futott kedv csinálóhoz küldte el Nolanéknek a mára ikonikussá vált zörejt. Zarin nem mellesleg kicsit kifakadt Zimmerre egy 2013-as interjúban, mert szerinte a világhírű komponista korábban jogtalanul állította be sajátjának a hangot. Mindegy is, a film vászonra került, onnan pedig a díjszezonba, hogy bezsebelje a fontosabb technikai díjakat, illetve hogy a jegypénztárakat is jól kifossza. 160 millió dollárból közel 830 milliót csinált az eredet, ami Nolan eddigi legjövedelmezőbb címe az eredeti ötleten alapulók közül, sőt a legtöbb Oscarra díjazott is egyben, szám szerint 4-jel. Mégsem ez, hanem talán a film öröksége, szabályrendszere és valljuk be lezárása az, ami igazán halhatatlanná tette. Kezdjük ott, hogy Japánban egykoron úgy adták le a tévében, hogy a csatornák folyamatosan jelezték a képernyő sarkán, hogy mely álomszinten járnak a szereplők, nehogy elkapcsoljanak a nézők. Az is érdekes adalék, hogy Nolan a karakterekkel titkon a filmkészítés allegóriáját teremtette meg, ahol Cobb a rendező, Arthur a producer, Ames a színész, az Ellen Page által játszott Ariadne a díszlettervező, Ken Watanabe Saitoja pedig a pénzes Dagobert bácsi, és így tovább. A céget vettem meg. Az egyszerűbbnek tűnt. A befejezés már más történet, mögötte az asztalon a csiga tovább pörög, és a kép elhaványul. Stáblista, vége.
áll a forgatókönyvben, de szerintünk ezt már mindenki kívülről fújja, sőt a véleménye is megvan arról, hogy akkor most eldől-e a totem, vagy sem. Michael Caine híres nyilatkozata, miszerint a rendező elárulta neki, hogy az ő karaktere csak is a valóságban bukkan fel, hamar pontot tehetne az ügy végére, ahogy az is, hogy Cobb mindig csak álmában hordja felesége gyűrűjét, ergo a finálé tényleg megtörtént, de valljuk be, ha 10 éve nem sikerül dűlőre jutni ebben a kérdésben, akkor úgy igazából mindegy már, mi az igazság. Nolan egyszer megjegyezte, hogy szerinte az a legviccesebb az egészben, hogy az emberek mintha tényleg válaszokat várnának tőle. Biztos azért gondolja így, mert azok valóban ott lapulnak a filmben, immáron egy teljes évtizede. Ez lenne hát a 10 éves eredet krónikája. Ti mit szerettek benne? Esetleg milyen érdekességgel tudtok még szolgálni róla? Írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Batman kezdődikről és a Sötét lovagról szóló hasonló szállításunkat. Sziasztok!